Sziasztok! A télkapitány ránk rúgta az ajtót, hihetetlen sebességgel nőttek ki a karácsonyi vásárok Budapest területein, úgyhogy gyakorlatilag nincs más választásunk, azonnal ki kellett jönni nekünk is, letesztelni, hogy milyen forralt borokat lehet itt kapni. Első helyszínünk az Allé mellett található sétány. Biztos, hogy egészen sok fajtát kapunk, nézzük meg, hogy melyik a legjobb. Nézzük! Igyunk! Egy erdélyi áfanyásat szeretnék 2 decit. Közben megkérdezhetjük, hogy mi a tökéletes forralt bor receptje? Az, hogy a sok szeretet, a ízesítése, nem mindegy, hogy hogy van, kedves egészségére. Remekül néz ki. Megkóstolom. Bőm alapban érezni az áfanyát. Érzed a szeretetet? Az áfanya az teljesen jó benne. Nem teljesen forralt bornak érzem, mint egy gyümölcsös, meleg üdítő, vagy nem tudom, nekem úgy az a forralt borból a több fűszer, vagy valami egy picit hiányzik, nem? Kellemes gyümölcsször. Kérdés, hogy ennyi idő után ütne be. Itt is vagyunk a második helyünkön, mivel az első nem járta át a szeretettel annyira forrón a lelkünket, hogy ne vágyjunk még egy forralt borra. Szerintem nem is érdemes megkérdezni, hogy mi a titka ennek a forralt bornak. Valószínűleg a titkos összetevő, ami nem is olyan titkos, a strórum lesz, a szíve és a lelke. Illatában ott a rum. Feszült figyelem. Uralkodik azért a rum, tehát ad neki egy karakterességet, de... Azért érezni, hogy az erős cucc. És még csak a második állomáson vagyunk. Na, ez átmelegíti a kis lábacskáidat. Csillió! Ezután azért elég nehéz lesz jobbat találni, szerintem. Megérkeztünk a karácsonyi vásárok alfájához, a Vörösmarty térre. Itt folytatjuk tovább a tesztelésünket. Természetesen ezúttal is forralt borra vadászunk. Meg is találtuk az első helyet, ahol egy hóember fogad minket. Az árak nagyjából hasonlóak, van egy enyhe belvárosi felár, de nagyon minimális. Nézzük! Egyébként ez sima forralt bor lesz, semmi extra trükk nincsen benne, valószínűleg szeretet az biztos lesz. Iszonyat csak cukor, nagyon édes, brutálisan édes, én sok minden más nem érzek. Ízlés kérdése, újfent ugyebár, de a végén azért van egy ilyen enyhe savanykás levezetése, biztos van benne citrom, meg narancs is. Nagyon édes íz mellett a fahéj dominál. Forralt bor szerintem nem ilyen kellene legyen. Második helyünk a méltán híres Katlantóni nevezetű egység, ahol az lesz a különlegesség, hogy... Fehér bort fogunk kóstolni. Van benne fahéj, fűszerezés rendben, egyáltalán nem édes, és még boríze is van. Fűszerezett, nem rossz, annyi, hogy picit talán hamar eltűnik a boríze nekem ennyi. Szerintem elégedett. Az 5. versenyzőnk szintén egy fehér bor, a Divino standján lőttük, de ezt már a Bazilikánál, mert időközben átjöttünk. A kollega már kóstolja is, ugyanaz az egységár. Leégette a félszámot, én egy kicsit várok vele most. Megkockáztatom, hogy hozzáadott cukor nélkül készült, biztos nem egyébként, de nem lehet érezni. És tiszta boríze van, egy nagyon kevés kis mögöttes utóíze. Nagyon minimális fűszerezés van benne, de nekem tetszik. Jó! Na hát, mi sem lehetne gyönyörűbb, mint hogy az utolsó állomásunkhoz érve elkezdett esni a hó. Egyszerűen mesés az egész, úgyhogy gyorsan ígyunk valamit. A Finlandia standra jöttünk, de forralt bort fogunk inni. Vörös. Fűszerezve van. A bort érzem. Ízre tényleg jó. Tehát egy ilyen picit cukros, picit fahéjas, picit narancsot is érzek én benne. És finom. A vörösök közül szerintem ez messze a legjobb eddig. Egyébként, ja, igen. Nem tudom, hogy mondtuk-e már, de jó. Végére jutottunk. Összegezzünk egyet. Szerinted? Az árak nagyjából mindenhol ugyanazok voltak, teljesen vállalható egyébként, nincs nagy különbség. Összességében pozitív volt szerintem az összkép. Kedvencem a Divinos volt, a fehérboros forralt bor változat. Az tényleg nagyon el volt találva. A strórummal megvatított példány, az nekem nagyon bejött. Tehát abban volt erő, volt egy kis extra ír. Igen, igen, huncut volt. Egy kimondott negatív élményünk volt a 6-ból, szerintem ez teljesen jó arány. Én is így látom, szóval, hát... Boldog karácsonyt mindenkinek!
Egy jó rakétával illendő bezárni egy ilyen tesztet. Sziasztok! Hello!